Tajvanon élünk, a Szerencse Kagyló szigeten. 100 éveit még nem volt tévé, sem bárok, sem karaoke. Csak egy kis halászfalu. Ebben a faluban élt egy fiatal pár. Nagyon szerették egymást. Igazi szerelemmel, ahogy a nagy könyvben meg van írva. Egy nap aztán, amikor a férfi az óceánon halászott, egy viharban elsüllyedt a csónakja. A nő látta ezt a partról, és felkiáltott, bú, ami mandarin nyelven annyit tesz, ne. A hullámok közé vetette magát, hogy megmentse, és attól a pillanattól fogva senki sem hallott többé róluk. Egyesek azt mondják, a túlvilágon egymásra találtak, és most már örökké együtt lesznek. Mások szerint delfinekké változtak, mert a delfin, ha egyszer párjára lehet, többé nem válik el tőle. Jackie Chan, a szép fiú. És a világ összes delfinje közül csak a szerencse szigetiek hallatják ezt a hangot. Bú! A férfit valójában elsodorta a tenger, és a szerelmesek állítólag azóta is keresik egymást. Azt hiszem, ha beleszeretsz valakibe és elveszíted, mindenütt őt keresed. Na, hogy tetszett? Nektek beszélhet az ember. Drágám, ez olyan szívfacsaró történet. De mama, te megint hallgatóztál. Bocsáss meg, nem vagy éhes, drágám? Nem. Tudod, ha felteszek egy egyszerű kérdést, nem kell rögtön rávágnod, hogy nem. Hiszen te neveztél el Boo-nak. Hé, nem segítene valaki, lányok? Már vagy ezerszer megkértelek, légy szíves, ne beszélj a lányunkhoz ilyen sok nyelven. Nézd csak meg, félig tajvaniul karattyol, félig mandarin nyelven, a kettő közt pedig angolul. Ne beszélj, öreg! Ha azt hiszed, hogy olyan egyszerű nevelte, vagy tartsd meg a véleményed, grizgombóc! Hogy is volt ez? Minek neveztél? Minek nevezett? Tudni akarom, minek neveztél? Igenis, fogytam! Kész vagy. A legújabb divatlapban láttam, ez most a sík. Tetszik? Hé, figyelj, Boo! Mondd, ráérsz egy percre? Ha? Kapaszkodj meg, mit mutatok. Soha életedben nem láttál ekkora osztrigát. Van benne gyöngy? Nincs. Na? Nagyon értékes lehet. $100. Köszönöm. És itt van még ez is. A barátomnak van egy esküvői kápolnája, árengedményt ad. Szóval én... Megkéred a kezem? Nem, én csak gondoltam, hogy... Igen, eltaláltad. Azért hoztad ezt az óriás osztrigát, hogy megkérd a kezem? Azért hoztam, mert az ékszer is zárva van. Hozzám jössz feleségül? Ha? Igen. Igen! Fontolóra veszem. Vigyél el! Repíts el! Mama! Hogy tudtad ott hagyni Hongkongot, apa kedvéért? Apád jóképű voltam. És kitűnő szakács. Repítsen! Szeretted Hongkongot? Hongkongot? Imádtam. Különösen a sült rizst. Igen, a sült rizs. Nem szereted Louis-t igazán, ugye? Hadd adjak egy jó tanácsot, mielőtt túl késő lenne. Hallgass a szívedre. Abu! Abu, Abu, Abu! Ah!
Szia, öreg pajtás! Micsoda híreim vannak. Louis el akar venni feleségül. Pimasz vagy. Ismerek egy legendát. A lelkek együtt indulnak el, de amikor leszállnak a földre, el kell válniuk. És attól fogva egyre csak keresik, hogy ki lehet az, akit a végzet, a társukor rendelt egy életre. Tessék? Abu! Abu, hová mész? Abu! Ha? Itt várok rád Hongkongban. Albert. Albert. Milyen romantikus. Hogy van? Ez még mind sérni. Elnézést, elnézést, lányok. Hol érdemes Hongkongban enni? Leírnátok néhány étterem címét? Igen, számatról. Köszönöm, köszönöm. Gyerünk, lányok. Kézzelől ismerik a legrosszabb helye. Hő, bocsék, tajvani csűrhe. Ne mondjon ilyeneket. Ha? Beszél angolul? Igen, mit szól? Először repül, mi? Leri rólam. Én kiszúrom. Nézze, Hongkong óriási város. Egyedül ott elveszett. Majd én elkalauzolom. Manhattan Robert a nevem. Mindenkit ismerek. Kérdezze meg bárkit. Azt is mondhatnám, híres vagyok. Na, mit szól? Mi az ördögöt művel? Van egy ikertestvére? Bocsásson meg egy perc. Eltűnt a gengszter barátnője. Jó reggelt, Mr. Chen! Jó napot! Mozgás a Wall Street-en? A Lion részvények. Az Interbank piacon óriási a kereslet. 20%-os a részesedés. És reggelre még magasabb lehet. Szimatoljon körül. Tudja meg, hogy a Lion adott-e el Nikkei részvényeket. Aztán nézzen utána, érvényes-e a japán-amerikai tengeri vámszerződés. Ha a közeljövőben érvényét veszti, ahogy gondolom, vásárolják fel az összes részvényt. Nincs túl nagy kockázata. Uram, a Lion Alapítvány két Nobel-díjas kezében van. A formulájuk bevált. Miért nem bízik bennük? Megvan rá az okom. Pénzsóvárak. Nincs forgótőkéjük, most kell lépnünk. Tegyék, amit mondtam. Igenis, Mr. Chan. Köszönöm. Rendeljen 100 szál rózsát, és küldess el Carmenhez. Ezzel a kártyával. Hiszen szakítottak, nem? Barátok vagyunk. Repül az idő. Előbb-utóbb gondolnia kéne arra, hogy megállapodik főnök? Lehetetlen. De ez a rengeteg nő. Egyik szebb, mint a másik. És előkelőek. Nekem túlságosan is. Egy szép napon eljön az igazi, és maga elmegy mellette. Attól ne féljen. Thank you.
Ne várj rám, kezd csak enni. Tehát a palack egész Tájvánig sodródott? És eljöttél, elugrottál Hongkongba? Romantikus és megkapó. De valamit el kell mondanom. Igen? Egy apróság, amiről jobb, ha tudsz. Na és mi az? Figyelj. Én a fiúkat szeretem. Az nem lehet. De igen. Na ne csináld. Sajnos így igaz. Ne már. De. Esküszöm. Isten bizony. Akkor az a cetli a fiúdnak szólt? A volt fiúmnak. De miért? Mert elhagyott. Nem úgy értette, miért vagy meleg? Ó, mintha választhatnék. De olyan jó képű vagy. Így van. És mégis. Hé! Hű, ez igen. Itt várok rád. De hát innen jött az ötlet. Nem, a poszter miatt költöztem ide. Figyelj, sajnálom a félreértést, majd kárpótollak. Szeretsz vitorlázni? Ez az. Remek! Gyönyörű! Profi munka. Ez az. Ideges voltál a telefonban. Mi volt olyan sürgős? Nem, nincs semmi különös. Csak hiányoztál. Nem örülsz nekem. Ville, hozok egy italt. Ki vele mi van? Jobb, ha most elmész. Micsoda dolog! Hajógázol és meg sem hívsz? De itt vagy. Hallom, a barátnőmmel randizgatsz. Hiszel a pletykáknak? Mikor nősz fel, Howie? Még te kérdezed, he? Igen. Gyerekkorunk óta folyton rivalizálsz velem, mi? Hé, hey, Chen, gyere ide! Hallom, hogy érdeklődsz a részvényeim iránt. Tudod, engem általában érdekelnek a részvények. Hadd adjak egy jó tanácsot. Az enyém az összes többségi részvény. Nem kaparintod meg a vállalatomat. Biztos? Te éppen az én hajómon, az én csajom körül kavarsz. Meguntad az életed, vagy mi van, he? Mi lenne, hogyha a tárgyra térnél? Kérj bocsánatot. Azt hiszem, ennyit megérdemlek. Nem muszáj itt a srácok előtt. Adok rá időt. 5 perccel azután, hogy elmentem, felhívsz. 5 perc.
Mennyi az idő? 6 óra múlt 5 perccel. Ha nem működik, minek hordod? A gyémántok miatt. Originál. Srácok, tartsatok szemmel. Ha nem hív fel 5 perc múlva, dobjátok a tengerbe. Meg egy mentővet, hadd ússzon. Igen, főnök. És hív. Viszlát, főnök. Viszlát, minden rendben. Legyen esze ember. Hívja fel és békítse ki. És igyekezzen. Nem érek rá örökké, randim van. Igen, mire vár? Mindenképpen fürödni akar. Hozd a mentővel. Hozom. Hozod már. Hagyj, más programom van. Ne rölködj. Ez közel volt. Viszlát. Hozd már azt a mentővel, megfulló! Pici beleesett a vízbe! Hé, ez meglép! Ne mozdulj! Jövök, Pici! Gyorsan, segíts, Picinek, én elkapom! Mindjárt itt van! Ez az! Segítek a srácoknak! Hé, ismerős a képet, srácok, itt van! Gyertek, ott van hátul! Segítség, megfulladok! Nesze, ejtőzengyet! Kösz! Látjátok! Nem! Keressétek tovább! Meglépett. Várjatok! A főnök határozottan meghagyta, nem igaz? Dobjuk a vízbe egy mentővel! Pont ezt csináltuk, nem? Sima ügy, gyerünk enni! Kösz. Jól van. Maga. A nevem Bú. Maga menekült? Igen, mondjuk. Vietnámból? Igen, úgy van. Hányan vannak? Egyedül vagyok. Akkor ki kormányoz? Tessék,
Nem segítene? Éhen veszek. Kopog a szemem. Maga nem éhes? Valahogy túlélem, de azért tudnék enni. Hé, beszélgessünk. Az eltereli a gondolatainkat. És miről? Mondja el, mit szeret az életben. Zene, bowling, sportkocsik, nők, akármi. Mit somolyog magad, dögunalmas? Na jó, van, mondja el, mit nem szeret. A kotnyeles embereket. Mondja el maga. Nem szeretek felnőtt lenni. Mert ha az ember felnőtt, nem lehet lüke. Azt mondta kuka? Azt mondtam lüke. Ó, lüke? Lüke. Minél öregebb vagy, annál unalmasabb leszel. Mi az, amit szeret? Zuhanyozni, ha nagy a hőség. Meg az első csésze forró kávét reggel. Az jól hangzik. Ó, Hongkong felett gyönyörűek a csillagok. Mi az, hogy Hongkong felett? A csillagok mindenütt épp ilyen gyönyörűek. Csak fel kell néznie, hogy lássa. Mi az? Mi az? Hulló csillag. Tényleg? Igen, anyukám azt mondja, ilyenkor dugd zsebre a kezed, kívánj valamit, és teljesül. Milyen kár, hogy nincs zsebem. Ott van még egy. Mit kíván? Nem mondom meg, úgy nem teljesül. Maga a kotnyeles. Vagyok. Gyorsan! Mi az? Egy hajó! Hey! Egy hajó! Hey, ide! Itt ide! Vagyunk! Itt vagyunk! Hey! Nézzék, itt vagyunk! Húzd! 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 Buszra itt hiába vár, iratok és minden nélkül. Ne vigyem el mégis. Nem kell. Csak mondja meg, hol vagyok, majd visszasétálok egyedül. 100 mérföldes körzetben nem talál embert. Ez a világ vége, Miss... A nevem Bú. Mú? Nem Mú, Bú. Elég, szálljon be. Ó, rendben. Hé, várjon! Nem maga, neki mondtam. Szíjem, látom, csak két ülés van. Észrevettem, itt egy 20-as. Menjen csak tovább egyenesen, és fogjon egy taxit, vagy kössön el egy hajót, ahogy én.
rendben. Egyedül lakik ebben a nagy házban? Van egy inasom. Ugye viccel? Nagyon bírja a tömeget, mi? Üljön le. Körülnézhetek? Persze, nézzen csak. Kösz. Éhen halok. Éhen halok. Elvesztett valami? Haleleséget keresek. Nem kell nekik, virtuális halak. Hogyhogy? Jöjjön csak, jöjjön. Miért tart kompjúter halakat? Nem kell cserélni a vízüket, és sohasem pusztulnak el. És hogy szaporodnak? Nem tudom. Egy ekkora hodályban biztos folyton buliznak a barátaival. Nincsenek barátaim. Ó, magányos lehet. Most meg mi van? Szeret bunyózni, mi? Van, aki golfozni szeret, van, aki a lóverseny rabja. Én a boxot és a fitness tréninget szeretem. Mi ez a ronda polip? Jöjjön, elég volt. Ez jó lesz. Ott átöltözhet. A tükör mögött. Halló? Betty? Küld nekem egy taxit. Fél óra? Remek. Nem itt gondoltam. Van egy szoba a tükör mögött. Tudja, féltem, hogy eltévedek, és többé nem találok ki. Nem éhes? Azt hiszem, mindjárt éhen halok. Akkor együnk. Lehetne szó egy kis kínai sült rizsről? Miről? Gyakran rendelek tőlük. Ilyen gyönyörű konyhája van, és nem főz. Nem szeretem a zsírszagot. Na, engem bámuljon, inkább egyen. Jól van. Most mit röhög? Élvezem nézni, ahogy eszik. Maga gazdag? Azt hiszem. Miből lett a sok pénze? Szemétből. Na ne, tényleg? Eladom és veszek. Jól van, hanyagoljon. Nincs véletlenül egy kis kólája? Juice jó lesz, az van. Uh-huh.
Boot keresi? Most ment le a lifttel. A lapokban hétről hétre a fiúd a sztár, és hétről hétre újabb barátnővel szerepel. Én Csélcsapnak nevezném, nem helyesnek. Ezt nézd meg, egy ex-barátnő vallomása. Nem tudja, minek örülök. Soha sem udvarol. Mégis azt mondanám, nagyon romantikus. Nagyon céltudatos. Számára az üzlet az első. És mégis csak egy kisfiú. Végtelenül akarnok. Élvezi az új dolgokat. Ha valamit eltökélt, azt végre is hagyja. Mellette bizonytalan az élet. Na és akkor mi van? Mindig újat akar. Új lányokat. Amint elszánta magát, rólad fogunk olvasni. Azok a lányok csak féltékenyek, és eleve bizonytalanok voltak, míg én magabiztos vagyok. Ó, felejtsd el! Hongkong egyébként is írtó unalmas hely. Hazamész? Nem. Szíjen mulatságos. Még nem kaparintottad meg, édesem. Nem libeghetsz oda, hogy hello, és letéped a ruhád? Tényleg el tudnád képzelni róla? El tudom képzelni, hogy ez tetszik neki. Én jobban ismerem őt, szereti a nőket, az izgalmakat. Nos, van egy ötletem, és te is része vagy. Tegyél le róla. Léci. Felejts el. Kérem, árulja el, hová ment a lánya. Bú talált egy palackot, Louis, és elutazott Hongkongba. Ha itt van Hongkongban, megtalálom őt. Ellenőriztük Hauiló vegyszergyárát, ahogy ön kérte. Tavaly 13%-os növekedést értek el. A nettó profitjuk 130 millió dollár volt, a részvényeik 30%-ot ugrottak. Folytassuk, Szíjen? Uh-huh. Már megszereztük a vállalat 16%-át, de Mr. Low és a társai tulajdonában van a részvények 65%-a. Mr. Chen, ha tovább emeljük a vételárat, az egekbe megy az értéke. Adják el a részvényeimet. Szíjen! Ha eladja az összes részvényét, leesik az áruk. Ha most elad, miután ilyen magas áron vásárolt, az hatalmas veszteséget jelent a cégnek. Csak tegyék azt, amit mondtam. Hívja be Kékét. Igen, uram. Ki az a Kéké? A környezetvédelmi igazgató. Halott ember vagy. Lefelé megy? Milyen kár? Én felfelé megyek. Egy barátommal találkozom a legfelsőn. Ott vagyunk. Hé? Tényleg? Ó, a földszinten lakik. A neve? Tudja, ez egy vakrandi... Igen. Á, csinos emelet, jó drága lehet. Mit fizet érte havonta? Ki küldte, hogy firkáljon? Mire gondol? Hé, oda nézzen! Nem utcai vagy, eltöröm! Ereszen el! Ereszen el! Ereszen el! Miért csináltad? Előbb engedjen el! Azért szépen írok, nem? Hagyd már abba! Nem vagyok kungfus! Hoztam valamit! Nekem? A hátsó zsebemben! Te mi vaj? Ezt eltörted. Majd jelentkezik az ügyvédem. Ezt olvasd el. Eltűnt a gengszter barátom. Mi történt? Ne aggódj, majd rendbe jövök. Szíjennel! Oh. E
Elhitte, hogy egy hírhet gangster barátnője vagyok. Honnan tudjam? A te terved. Szerinted összejön? Ó, hát persze. És most mi lesz? Az a bűntársaitól függ. Mármint a fiúktól. Szóval, bajban van, hölgyem. Mindjárt miszlikbe aprítjuk. Jól voltál. Nesze! Rossz felé hajolsz. A fiúd egész Tajvan legveszélyesebb bűnözője, és a főnökünk utálja a fiúdat. Ezért ide küldött minket, hogy összekaszaboljunk. Te jössz. Ha nem hiszed el, amit mondunk, olvasd el az újságban. Úgy van. Most aztán mindenki a nyomodban van. Ez bejött. Felénk tart. Pompás. Jól vagy, pajtás? Pompásan, hát te... Maga? Jól van? Remekül. Ezek nem a mieink. Mit mond? Nem számít. Menjünk! Mi jöttet beléd, ember? Meglátják az arcod! Ezek itt bitangjó színészek. Ne közelíts, vagy döfök! Vissza! Hallottad? Vagy megvágom magam! Most vágtad meg magad! Rendben, meghagyjuk az életet! Igen, de ne szívóskodj! Szerintem nem hagyja ennyiben, tűnjünk el innen! Menjünk! Hagyja futni őket, menjünk mielőtt a zsaruk ide érnek! Ki ez az üzem? Semmi gond, az enyém! És mi ez a sok hulladék? Már mondtam, ezzel kereskedem. Ez a cucc itt egy halompénzt ér. Értékes szemét, ezt elmesélem a fiúmnak, a gengszternek. Először azt mondta, hogy vietnámi menekült. Most egyszerre egy tajvani gengszter barátnője. Valóban az? Igen. Életveszélyes nő vagyok. Nem fél tőlem? Én sohasem félek. Nem fél, hogy a fiúm a nagy gengszter kinyírja? Szóval, hogy lett egy gengszter barátnője? Hát, a rendőrség épülete mellett lakom Tajvanon. Egyik nap megláttam egy körözött férfi képét a falon. Gyönyörű, sűrű szemöldöke volt. Alatta még gyönyörűbb szemek. Minden nap arra mentem, hogy lássam a szemeit. Tudja, szerelem első látásra. És azután? Megszereztem a címét, és meghódítottam a szívét. Mi az, amit szeret benne? Hogy van stílusa, és remek táncos. Ez olyan romantikus. A tánc romantikus? Na és maga talán romantikus? Jól táncolok. Mondjuk így, bum, cha-cha-cha-cha. Igen. Na és a tangó? Ta-ta-ta-ta, ta-da-da-da-da. Azt is?
Maga dög unalmas. Nem tud valami izgalmasabb táncot? Egyet tudok. Komolyan? Nagyszerű, jöjjön. Jöjjön. Ne ijedjen meg. Én? Soha. Karokat föl. Ugorjon föl. Gyerünk, hopp, hopp. Most kezdem. Jó volt, ugye? Igen. Még. Ha? Még nem unja? Maga írtóm úr is. Jól van. Az a lényeg, hogy kapaszkodjon erősen. El ne ereszen. Jó. Most nagyon gyorsak leszünk. Jó. Mehet? Mehet, mehet. Kapaszkodjon belém. És ha szólok, ugorjon. Bezárt a tőzsde, Howie. Na és? Teljes a krach. A részvényeink 20%-ot estek. 6.50 volt záráskor. Mennyit vesztettünk? 10 milkót. Plusz-minusz valamennyi. Csend bagóért szórja a részvényeinket. Sikerült kideríteni valamit? Csend rá akarta tenni a kezét a vállalatra, hogy kigolyózzon. És most miért ad el? Ennek nincs értelme. Eddig bármilyen árat megadott. Miről lehet szó? Mi a trükk? Mit akarhat? Főnök. Milyen balesetért, fiúk? Csapdába csaltuk Csend. Megsebesült? Nem, épp bőrrel megúszta. Ó, hála az égnek. Nem bírnám elviselni, ha baja esne. Ti pedig, fiúk, ha egy karcolás esne rajtatok, belehalnék. Már így is rosszul érzem magam. Az apja ötlete volt. Az apám? Nem tudom, hogy mi ütött belé. A legjobb barátomról van szó. Miért nem lőjük hátba? Ha? Golyót neki, és kész is. És mikor? Csak vicceltem. Sunyi dolog lenne. Kihívjátok, mondjuk párbajra. Milyen ravasz. Megvan. Igen, igen, igen. Felbérelek egy harcost. Aki jobb nála. És ami a fő, kisebb. És legyen külföld. Akit nem ismer, porigalázom! Srácok, nem ismeritek ezt? Azt jelenti lelépni. Tűnés! Miért szabad össze? A vén ember, jó reggel, ritmus ter két részpénzzel, no de kipkop, kipikop, hű, de csoda jó, a vígnépeknek ez való, a vén ember. Hé, nem látták ezt a lányt, Muti? Ezt a lányt? Őt ismerem, ez Méri. Nézze meg én is. Méri? Ez nem Méri. Dehogy is, Bani, ő alacsonyabb, ilyen. Dehogy nem. De jöjjön vele, én tudom, hol lakik. Méri, Méri, itt lakik szemben. Rakd fel a másik szemüvegedet. Fogd már fel, végre, ez nem Méri. Jöjjön, megmutatom magának, hol lakik. Hogy beszélsz velem? De... Te ne szólj bele! Te vak vagy, akár a demem is! Mit nézek? Méri! A konok fejedet, ez nem Méri! Atya világ, nézzétek, mit csinál! Csak a pulóverem alatt itt! Ez eltörténik, meg hagyod, hogy elvigyek bárhoz! Honnan tudhattam volna? Még ilyet! Albert! Egy tünemény vagyok. Tessék, mit óhaj? Hol van Bú? Mit műveltél vele? Mit műveltél Búval, te piszok? Azonnal mondd meg, tudni akarom, hol van Bú? Válaszolj, én nem viccelek! Hol van Bú? De... Mit műveltél vele? Bú a mennyasszonyom! Mr. Chen. Köszönöm.
tiszta csend. Ez mi? Elnézést. A hölgy olyan gyönyörű, úgy gondoltam megérdemel egy kis fuvallatot. Csinos vagy. Tudom. Meg is isszuk? Mhm. 982-es. Jól mondja, az íze alapján többet is tudok. A szőlős gazda 60-ban született. Rendeljünk. Majd én. Van kínai sült rizsük? Csak vicceltem. Már megijedtem. Magát mindig egy hadsereg figyeli evés közben. A fiúk most már távozhatnak. Hes. Elnézést. Hé, hogy nincs itt más vendég? Megvettem az éttermet. Ó, akkor nem látok majd sztárokat. Hírességek nélkül a kaja dögunalom. Miért utálja a tömeget azok is emberek? Tényleg nincsenek barátai? De ellenségem van. Szia! Miért tetted? Miért adtál túl a részvényeimen? Miért törted le az árat, he? Éppen vacsorázunk, később felhívlak. Nem. Egyet árulj el. Miért csinálod ezt? Én egy vagyont vesztek, de te sem jársz jól, igaz? Mr. Law, kérem, ez zárt körű rendezvény. Uram, látom, hogy ön okos ember. Ez az igazság. Azon kívül sok a ráérő ideje. Fordítsa arra, hogy menti az irháját, és elszivárog rendben. Árulja el ki maga. Én itt vendég vagyok, és felháborít a viselkedése. Szeretnék elkölteni egy meghitt vacsorát, de maga nagyon zavar minket. Szia. Beszédünk van. Már beszéltünk. Odakint. Mikor tanuljátok meg? Ez azt jelenti utánam. Miért zavar össze? Tetszik a stílusa. Ó, ez semmi. Aki gengszterek között mozog, tudja. Mennie kell? Igen. Rögtön jövök, elnézést. Szien! Várom. Vigyázz magadra. Rendben, fiúk, a főnök mindenről tud. Lezárhatjátok a parkolót is, aztán rátok már nem is lesz szükség. Csak egy kicsit szórakozunk, nem lesz semmi gond. Én állom a cechet. Igen, uram. Hallottátok, Mr. Lót, mozgás? Mr. Chen, jó mulatást. Howie, mi folyik itt? Szien, bemutatok neked valakit, egy tengeren túli vendégem. Hölgyeim és uraim, taradadá, Ellen! Ellen barátom, mindeddig veretlen, egy különösen kemény mezőnyben. Ellen most megküzd veled, egyes egyedül, az én nevemben. Miért nem te állsz ki velem? Vele nem vagyok egy súlycsoportban. Én lennék elő. Nem érted? Ez benne a poén. Amennyivel kisebb a fickó, annyival megalázom. Ali, nőj fel végre. Woo!
De nem bugyózzal kesztyűben, ugye? Mégis kinek nézed őt? Huligánnak? Nem akarjuk, hogy meghalljon egyelőre. De ha kesztyűvel üt, az nem fáj. Nem? Mondd, hogy vegye fel a kesztyűt, vágjon képen, meglátjuk, fáj-e. Vigyázzon! Próbálj kijutni, ahogyan csak akarsz. De semmi piszkos trükk. Jó harcos hírében állsz. Rajta! Nézd! Ezek nem engednek el, ha nem harcolsz. Te akartad! Mehet! Kezd már! Ez megveri Ellen. Nem. Ellen csak hetszeli. Kíváncsi, mekkorákat tud ütni. Várj! Jó vagy! Miért cserél kesztyűt? Tudja, hogy mit csinál. Megengedheti magának, hogy ad Ciennek egy kis előnyt. Cien túl gyengéket üt. Hosszú volt az út idáig. Nem akarom elkapkodni. Minden boxoló a saját zenéjére harcol. Az adja a lábmunkájához a ritmust. Ciennek nincs ritmusa. A lábmunkája egy rinocéroszé. Látjátok el a ritmusát? Maga a zene. Tényleg. Hé, főnök, maga igazi profi. Miért nem boxol? Ciennel gyakran boxoltunk, de mindig megvert. Akkor gondoltam, hogy kommentátor leszek. És az lett? Jobb szeret dumálni, mint boxolni. Ezerszer. Dumában verhetetlen vagyok. A ringben olyan, mint ti. Hé? Haszna vehetetlen. Ciennel mozgása egy csoda volt. És mi történt? Tévutakon jár, részvényeket ront el, ahelyett, hogy edzene, ezért lesz vesztes. Ilyen nem bír összpontosítani. Ez lesz a veszte. Na gyere! Szép ütés. Csak elég erőtlen. Gyere! Gyere!
Minden rendben? Győztél. Mi győztünk, igen! Hey, főnök, ha már megnyugtjad, rúgdossuk meg! Mit mondasz, főnök? Hányszor mondjam még el? Férfi módjára harcolj, ne gyáva nyúlként! Belerúgnátok valakibe, aki már a földön van? Belerúgnátok? Jó vagy. Gyerünk! Elvégeztem a munkát. Jó a srác. Szóval, jól vagy? Nem ütött meg nagyon, ugye? Nagyon boldog lehetsz, hogy vesztettem. Úgy nézek ki. Nem vagyok. Értesítsek valakit? Felejtsd el! Hívj fel! Légy jó! Gyerünk! Nem hagyott itt? Azt mondta, várjam meg. Lejöttem, hogy megkeressem. Azok az alakok sunyik és túlerőben voltak. Nem. Egy ellenfelem volt, vesztettem. Na és nem olyan nagy dolog, majd hozzászokik. Vicceltem. Edzen sokat, és ha felkészült, verje laposra. Tényleg edzenem kéne, de nem azért, hogy bárkit laposra verjek. Akkor mi értelme van annyit edzeni? Azért, hogy erős legyek. Testileg, lelkileg. Már jó ideje nem edzettem. És az a hatalmas tornaterme minek van? Csak felvág vele? Utálok egyedül edzeni. Jól van, majd én edzek magával. Miért ilyen jó hozzám? A pénzért. Ugye milyen helyes, amikor nevet? Az volt a hiba, hogy olyan zsémbes és rossz kedvű volt. Szerintem ezért veszített, nem igaz? Látja, így jobb. Tudja, maga a smink nélkül is ugyanilyen szép. El tudsz szabadulni holnap? Mit talált ki nekem? Csak mondja, hogy igen. Válaszoljon. Na, mondja már. Jól van. Mi a terve? Szórakozunk. Got to hear that
在我未遇见，无论这个世界再耀眼，难及你转身一闪的璀璨，犹如流星更改方向，让你我犹如奇迹终于赶上，终于也赶上，犹如地阔天长，我怎相信来日方长。Most akkor szerelmes pár vagyunk. Te tényleg nagyon helyes lány vagy, és... Tessék, most te jössz. Lássuk csak. Tudod, tessék ez... válaszolni. Ez nagyon egyszerű. Azt játsszuk, hogy válaszolsz. Két szóval, vagy egy szóval. Szeretlek, vagy nem szeretlek. Te hogy kerülsz ide? Most még mi a baj? Nagyon összezavarodtam. Azt hiszem, szerelmes vagyok. A szerelem egy bizonyos elmeállapot. Inkább képzelet, mint valóság. A szerelem egy intenzív álom, mely hamar undokrémálommá válik. Albert, végre tudom, mi hiányzott. Mondok egy újságot. Mondjad. Itt a vőlegényed, Louis. Tessék! Megpróbált megfojtani. Szerencsére pompás az erőnlétem. Azóta merev részeg. Nagyon csúnyán megbántottam. Hey. Szerelemről volt szó, nem szánalomról. Ne feledd, minél rosszabbul bánsz vele, annál jobban jár. Amíg ki nem bogozott, hogy állsz csennel, ne találkozz vele. Ez így fair. Jó reggelt! Nem kérsz egy Bloody Maryt? Vagy hozzak valami mást? Ne rángass, Albert! Most meg hová mész? A konyhába. Ne! Várj! Hol lehet a... Mit keresel? Egy dugóhúzót a borhoz. Adok egy poharat. Ne szevigyél kettőt. De gyerünk. Hogy nyitom ki? Gyerünk! Bú, ez őrültség. Úgy döntöttem, elmondom Sienne-nek a teljes igazságot. Ha most elmondod neki, mindent elrontasz. Már is megy tovább a következő lányhoz. Tévedsz. Te teljesen félreismered Sienne-t. Szabad napot vett ki, hogy velem lehessen. Tökéletes nap volt, és amikor nincs velem, annyira hiányzik, hogy belehalok. Biztos, hogy én vagyok számára az egyetlen. Szeretem Sienne-t, és tudom, hogy ő is szeret. Ez nagyon is szerelemnek hangzik. Most meg mi van? Adj egy kis szakét. Még a borodat sem ittad meg. Ne, adj egy kis szakét. Jól van, mindjárt adok. Szakét. Ne menj sehová. Elnézést. Kösz. Már is itt van. Igen, Albert. Nem akarsz énekelni? Mit gondolsz, mi ez itt, Louis? Karaoke bar? Rajta, ígyuk meg a szakét. Nagyon sietek, ígyunk búra. Ez rengeteg. Kész még? Parancsolj. Nos, egészségemre. Óvatosan, még megárt. Nos, fenékig? Már nagyon álmos vagy. Itt ül mellettem épségben. Persze, beszéljen vele. Tessék, fogja.
Gloria, ez itt Boo. Gloria jó barátnő. Szia. Te vagy az új hasonmásom. Igen. Tökéletes. Ezek szerint te végig tudtad. Hazudtál, ha? Te kezdted. Beléd szerettem, és azt mondtad, hogy te is szeretsz. Az is hazugság volt? Vagy az valóság? Valóban jó volt együtt. Úgyhogy, ha akarsz, nyugodtan maradj nálam. Minek maradjak? Mint az egyik barátnőd a sorban? A cédulán az állt, hogy azonnal jöjjek Hongkongba. És én hittem a tündérmesében. Te elrontottad a végét! Szíjen, nagyon fontos információ birtokába jutottunk. A kormány betiltotta a természetben nem lebomló sztirofómot. Haoilo gyárának egész készlete értéktelen. Befutcsolt. Minden részvényese igyekszik gyorsan eladni. Ön tudott a készülő törvényről. Miért nem tájékoztatott? Csak halogattam, ez minden. De Szíjen, az egész tervezet az ön döntésére vár. Mára végeztünk. Mi a baj? Nincs semmi. Te vagy? Magának szól. Semmi sem változtat meg egy férfit úgy, mint a szerelem. Oly messze jár ő, de nem jut sem erre sem. Ez mit jelent? Messze jár, de nem jut sem erre sem. Sem erre jó, sem. Jó, hallottam. De mit jelent? Mit tudom én? Én régóta dolgozom önnél, és még sosem láttam ilyennek. Papír fecnikkel babrál. Tekintsen a jövőbe. Hagyjon békén. Lépjen tovább. Tűnjön el. Legyen erős. Nem vagyok kíváncsi magára. Jól van. Értem a célzást. Nekem nem kell kétszer mondania. Maguk hogy jutottak be ide? Betörtünk. Most mi van? A zsarukat. Engedik, hogy telefonáljak? Szerintem engedik. Én megmondtam. Tűnjetek el, srácok! Csődbe juttattad a főnököt. Kirúgott minket. Ezért megfizetsz! Mr. Chen. Hallom, elkezdett edzeni. Így igaz. De nem miattad. Egy visszavágót. Mr. Low küldött? Mr. Low tönkrement. A pénz nem számít. Nincs kedvem. Nem ússza meg. Te tényleg szeretsz bunyózni, ugye? Méltó ellenféllel. Ó, már megint kezdik. Ezt már úgy unom. Te nem értesz túlzottan a boxhoz, igaz? Maga érti őket? Talán. Jól van.
Most? Itt helyben. Nincsenek szabályok. De semmi aljas trükk. A te színed. Meggondoltad? Légy nyugodt. Formában vagy. Várj! Mi van már? Ilyenkor meg szabad kérdezni, jól van-e? Hát, ha ragaszkodsz hozzá... Minden rendben? Rendben. Rendben. Egész ügyes. Készülj. Mehet?
Gyere! Mosolyogj. Ugye milyen helyes, mikor nevet? Olyan zsémbes és rossz kedvű volt. Biztos, hogy ezért veszített. Lefogadom. Így sokkal jobb. Felkészültél? Gyere! Ne görcsölj! Mosolyogj! Jól érzi magát? Ha? Minden rendben. Megcsinálta, győzött. Nem győztem. Miért nem? Ha azonos súlycsoportban lennénk, simán megvert volna. Nézze meg, jól van-e.
Hey! Mi ez a benzinbűz? De a főnök fel akarja gyújtani a nyárat! Zseniális! Maradunk lecsuktak gyújtogatásért! Hú, ez veszélyes dolog, főnök! Legyen nagyon óvatos! Ne aggódj! Ha elkapnak, új sítra vágnak, mint a húzat! Hé! Hey. Gyerecek! Biztos, hogy nincs bent senki? Most néztem meg, mind elmentem! Helyes! Nos, add át ezt az apámnak! Mondd értem. Meg, hogy szeretem! Rettentően! Értem. Ezt meg add át Szíjennek! Mondd meg, hogy utálom! Őt is rettentően! Értem. Ezt meg vidd el a rendőrségre! Ebben magamra vállalok mindent! Értem! Vállalja a sittet helyettem! Senki! Érted? Senki sem megy sitre! Állj arrébb! Mit szólsz hozzá, hogy leég a nyárat, Szíjen? Ne csinálj ezt, főnök, kérem! Csípj a szememet, mindegy! Úgyis meghalok! Mit számít, látok el? Szeretlek, Méri! Howie, mi az ördögöt művelsz? Szíjen! Az egész a te hibád. Túl messzire mentél. Apám kirúgott az igazgató tanácsból. Semmim sem maradt. Nincs semmim. Semmim. De főnök, akkor nekünk sincs semmi. Mi lesz velünk maga nélkül, főnök? Veletek? Velünk. Fogjátok be. Hé, várjon. Meleget? Igen. Így jó? Pompás. Még mindig nem látsz. Te jó ember vagy. Külön nálam. A sztiroform súlyosan károsítja a környezetet. Ezért tettem tönkre a gyárat. De figyelj! Mostantól lehetnénk társak. Összeállunk, és mi ketten megnyitunk egy újrahasznosító üzemet. Egyszerűen nem értelek. Hajdan, iskolás korunkban te voltál a jobb tanuló. Jobb kellett legyél a sportban. Elcsábítottad az összes nőt, akit nem is kellettek neked. Egyszer találkoztál velük, és többé nem érdekeltek. Gyűlöltelek. Én pedig téged. Te engem! Ugyan miért? Mert lenéztél. A gazdag családod miatt. Mindent készen kaptál. Nekem mindenért küzdenem kellett. Na ne! Amit nem bocsájtok meg, elvetted a szerelmemet, Caroline-t. Ha? Az másodikos korunkban volt. Caroline! Várj! Úgy hallottam, hogy férjhez ment. Az a... hogy is hívják? Bob. Ma már. Fred. Fred! Az egy kapitális barom. Iszonyú sötét volt. Hát... ennyi év után. Egyikünk sem találta meg az igazit. A nőt, akit igazán szeretett. De azt kiabáltad. Szeretlek, Méri. Te megőrültél. Nem, várj csak. Ha jól emlékszem, eljegyezted. Mi történt vele? Ne is említsd. Berezeltem. Méri csodálatos lány volt. Sokat nevettünk. Egész álló nap. Hallanod kellett volna. Nagyszerű volt. Bárcsak visszaforgathatnám az időt. De elköltözött, amikor felbontottam az eljegyzést. Nem tudom, hová ment. Sosem találtam rá. Hé, neked meg mi bajod? Ha? Megkeresem. Kit, Mérit? Hiszen sosem láttad. Szia, Abu! Hiányoztál. Mesélj, hogy vagy? Ha? Mi van? Gyere vissza! Abu! Abu!
Hiányzol, Szien. Mit akar, fiatal úr? Tűnés! Maga itt nem népszerű, megbántott a bút? Nem, én nem. De igen! Mindig vidám volt, most meg csak bánkódik maga miatt. Elvette a mosolyát. Most én is bánkódom, és ez nem jó, mert aki elszomorít, az kihúzza a gyufát. Mit művelt? Mit tett a lányommal? Én nem csináltam semmit. Akkor miért ilyen bánatos, he? Hagyja őt békén! Menjen haza, vagy szétverem a képét, Istenemre! Ne izgassa fel magát, kérem! Hallotta, hogy mit mondott, menjen innen! Tűnés! Bú! Bú! Én figyelmeztettelek! Bú! Vigyázz! Várjon! Most már megnyugszik. Uram! Én most szépen leülök ide! Próbálj itt átmenni, disznó! Ujjaj! Figyeld apádat, ő a császár! Minden rendben, uram! Várjon, hadd segítsek! Nagyon megütötte a hátát? Tűnjen el innen! A lányom nem kíváncsi magára! Csak hadd beszéljek vele, kérem! Nem akarom hallani! Bú, figyelj, én... Elég volt! Bú... Hallgass! Bú... Azt mondtam, hallgass! Bú... Úgy látom, nem hallgatsz a szép szóra! Ha úgy tetszik, megölhet. Vagy engedje, hogy beszéljek vele. Jól van! Beszélni akarsz? Gyere velem! Na gyerünk! Gyerünk! Na tessék, most vagy soha? Na, beszélj! Hé, gyere már, ne zavard őket! Várj, hallani akarom a mondókáját! Azt mondtam, hagyd őket, gyerünk! Miért jöttél ide? Nálam maradtak a ruháid. Rengeteg ruhám van. Tudom, hogy szereted a sült rizst. Sajnos kihűlt. 5 perc a mikróban. Azt hiszed, pár ruhával, meg sült rizssel mindent elintézhetsz? Ez nem minden. Mindegyikbe írtam üzeneket. Ó, igazán? És mit írtál? Szeretlek, hiányzol, mindent, egyetlen egy szóval. Teljesen tönkrement a kezem. És feleslegesen. Elég lett volna, ha minden palackba beletűzöl egy ezrest. Azt akarom, hogy mondd ki hangosan, szeretsz vagy sem? Rendben. Szeretlek. Na és mikor szerettél belém? Amikor azt mondtad, Lüke. Amikor azt a hullócsillagot láttuk, mit kívántál? Épp most vált valóra. Hé, te meg mit pityogsz, mi? Hé! Don Juan! Csókold meg! Csókold már meg! Ne áldogálj ott, mint egy kis pap! Csókold meg! Csókold meg! Látod őket? Ha tudom, hogy a faluban minden lány ilyen gyönyörű, akkor bizony... Nem erészed. Szeretnélek bemutatni egy barátomnak. Látod? Ott lakik. Hol? Abu! Hol? Itt? Abu! Látom! Abu! Abu!
magyar hangok. Kassai Károly, Németh Borbála, Lux Ádám, Weil Róbert, Tóth Roland, Pálfai Péter, Besenyei Emma, Imre István, Mikula Sándor, Faragó András, Bácskai János. Magyar szöveg Versényi Ági, hangmérnök és vágó Pap Zoltán István, gyártásvezető Szőke Szilvia, szinkronrendező Pócsik Ildikó. A magyar változat az Intercom RT megbízásából a Laborfilm szinkron stúdióban készül. Produkciós vezető Legény Judit. Sun, 难舍有情，令海和天。